A Budapesti Honvéd szinkronúszóinál is elkezdődött a felkészülés a következő évadra. A Budapesten rendezett junior világbajnokság után, ahol több honvédos versenyző is érdekelt volt a magyar válogatott tagjaként, most egy rövidebb nyári pihenő után ismét edzésbe álltak a fiatal műúszók. Napi több foglalkozáson is részt vesznek, hogy kellőképpen felkészüljenek a következő hónapok versenyeire. A csapat vezetőedzőjével beszélgettünk az edzésmunkáról és a következő időszak kihívásairól. A szinkronúszóknál vagyunk, itt a Honvéd uszodájában, és a reggeli edzés folyik éppen reggel 8 és 9 óra között. Sajnos csak ezen a kis pici területen, mint ahogy látjátok, itt elég sok több korosztályú gyermek versenyzik, illetve most az edzéseit tart. Jelenleg most az alapozás zajlik, ilyenkor jóformán non-stop egész napos edzéseink vannak. Ezek a gyerekek készülnek az őszi versenyekre. Ilyenkor alapozunk, úszunk, atlétika pályán a futásokat, erősítéseket megcsináljuk, aztán utána pedig későbbiekben megpróbálkozunk még a délutáni, inkább kör edzésekkel, valamint lazítással, és mellette még akrobatikával, aminek megint nagyon fontos a kiemelés szempontjából. A legidősebbek most nincsenek itt, mert azok közül már többen vannak, akik dolgoznak, és meg ők tartják egyrészt az edzéseket is. Úgyhogy ők este edzenek csak a Komjádi úszodában, és most itt a különböző korosztályú, egy kislány, aki junior korosztályú, a többiek azok zömében utánpótlás és gyerek korosztályú versenyzők, akik most itt. Éppen a nagy pihenő után most egy-két válogatott versenyző mai nap jött le először edzeni, mert eddig végig a válogatottban edzettek, és július végéig őnekik versenyeik voltak, mind a junior, mind pedig a most az utánpótlás korosztályban is. És ővelük próbálkozunk most akkor elkezdeni edzeni, de hát ez még csak tényleg csak az átmozgatásról szól. Nekik lesznek majd idén is még megmérettetéseik. Talán mennek a Christmas Price-ra, ha jól tudom, illetve majd a jövő évi versenyekre készülnek már az orosz edzőkkel, úgyhogy ők már ott a válogatottban. A honvédos lányok, akik velünk készülnek már, ővelük pedig már a Magyar Köztársaságba, illetve a különböző nagyobb ilyen őszi versenyek lesznek. A kicsikkel Belgrádba készülünk versenyezni menni, illetve a nagyobbakkal lehet, hogy mi is a Christmas Price-t fogjuk megpróbálni, úgyhogy majd elválik. Csak a Honvéd!